Őrzik a népi hagyományokat, és nem csak a táncban, dalban teszik ezt. Bors Erika és férje Török Sándor együtt vezetik a bábolnai néptánccsoportot 23 éve. Mára az egykor itt kezdő táncosok felnőve a kicsiket tanítják. Dunántúltól egészen Erdélyig mindenféle táncot tanulunk, de nem csak táncolunk, hanem megpróbáljuk a néphagyományokat is feleleveníteni, így szokott nálunk lenni régebben tojásfestés és húsvétkor a fiúk locsolták a lányokat, aztán volt pünkösdi királyválasztás, illetve májusfaállítás, kitáncolás, aztán volt regölés is, és ez mind a mai napig megmaradt, tehát ez most már 18. éve működik, hogy karácsony másnapján a fiúk mennek és regölnek itt a városban. A kicsiket már azok a nagyok, idézőjelben nagyok tanítják, akik kezdték a táncot annak idején, és a kis csoportot ketten vezetik, és a középsőket is már azok a táncosok vezetik, akik aktív táncosok még, de kiskorukban kezdtek el nálunk táncolni. A legnagyobb álmunk az már megvalósult, ugyanis azt szerettük volna elérni, hogy a gyerekek szeressék a táncot, megismerjék a magyar kultúra ezen részét, és én úgy gondolom, hogy ez sikerült is. Akik elkerültek innen, mert abba hagyták a táncot, és elköltöztek valahova máshova, ők elmentek, kerestek egy másik tánccsoportot, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennél nagyobb öröm nem is lehet, vagy nem adható vissza, tehát hogy benne van az életükben a néptánc, illetve a kultúra szeretete.